A folytatásban maradunk még mindig egy kicsit a Trump és Biden vitánál, ami most gyakorlatilag lázban tartja. Hát elsősorban a tengeren túlott, mert hiszen nekik a legizgalmasabb ez a kérdés, másrészt azért bőven van miről beszélgetni, úgyhogy a témában meghívtuk vendégként Jaro Petris külpolitikai elemzőt, Amerika szakértőt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És azért is mondom, hogy maradunk, mert tegnap azért volt ez már témánk Németh András újságíró kollégánkkal, akivel nagyjából a vitát már elemeztük. Annak a hatásaira, vagy itt az utóéletére lennénk leginkább kíváncsiak, bár én ma már előrevetítettem azt a nézőknek, hogy tegnap András, amikor kiment a stúdióból, akkor néhány szót még arról mondott, hogy Michelle Obama neve a demokraták körében azért felmerült, mint lehetséges opció Biden helyett. És én gondoltam, hogy erről mindenképpen meg fogom kérdezni, mert ez egy nagyon érdekes felvetés. Igaz, azt is András hozzátett, hogy addig, amíg Biden azt nem mondja, hogy akkor ő lemond, vagy nem folytatja, vagy nem indul, addig Michelle Obama ilyen szerepkörben nem tűnhet fel. Mennyi ennek a realitása? Hát jó reggelt, igen. Michelle Obama neve gyakorlatilag a férje távozása óta kering a amerikai politikában, aminek az oka az a káderhiány. Tehát amit láttunk a demokrata párton belül az elmúlt 8-9-10 évben, az, hogy Hillary Clinton az elnök jelölt 16-ba, 2020-ba, most úgy néz ki 24-be Joe Biden, az annak az oka, hogy igazából nincsen olyan politikus a párton belül, aki az országos politikában megállna a helyét, és a párt úgy ítélné meg, hogy elnök választást tud nyerni. Michelle Obama viszonylag népszerű first lady volt, de nincsen semmilyen kormányzati tapasztalata, és a lényeg itt az, amit te is említettél, hogy amíg Joe Biden nem dönt úgy, hogy kiszáll a versenyből, és úgymond szabadon engedi a küldötteket, akiket az előválasztáson maga mögé állított, addig arra nincsen lehetőség, hogy a párt lecserélje őt, és hogyha esetleg úgy is dönt Biden, hogy kilép, akkor a küldöttek, illetve hát a pártnak a benfentesei a konvención nem biztos, hogy Michelle Obamát bíznák meg az elnök jelöltséggel. Nagyon radikálisan átalakítaná a kampánynak a dinamikáját egy esetleges jelölt csere? Én azt gondolom, igen, hiszen hát az az érv, hogy Biden alkalmatlan, és a demokraták egy nyugdíjba való embert szeretnének még 4 évig a Fehérházban tartani, hát ez megszűnne. Viszont először is jönne egy... Bocsánat, viszont ez egyben az elismerése is volna annak, hogy az ilyen irányú kritikák azok valósak voltak. Így van, ez az egyik. A másik pedig, hogy hát egy demokratikus deficit jönne létre, hiszen az előválasztás alapján Joe Biden az, akit a emberek milliói megválasztottak elnökjelöltnek, és ha a párt kicseréli őt, vagy ha Joe Biden lemond, és esetleg olyan ember kerül oda, aki mondjuk nem a legnépszerűbb, mondjuk a demokrata választók körében, akkor ezzel a republikánusok tudják támadni a demokratákat, hogy tessék. De ez faramúci, nem? Hiszen más opciójuk jelenleg nincs, tehát miért is ne Bident szeretnék és akarnák ebbe a pozícióba? Nem nagyon vannak opciók tényleg ez a helyzet, tehát a múltkori vita, a csütörtöki vita katasztrofálisan sikerült Bidennek. Neki ott igazából a célja az volt, hogy meggyőzze, megbizonyítsa az amerikai választók millióit, hogy alkalmas, egészséges, végig tud állni egy vitát, mentálisan is és szellemileg rendben van. És pont az ellenkezője sikerült, katasztrofálisan sikerült neki. Meg többször megakadt, elfelejtette, mit akart mondani, nagyon rosszul is nézett ki. Egyébként Trump se szerepelt jól, de ami talán a leginkább megrémisztette a demokrata pártot és a demokrata szimpatizánsokat, hogy a két elnökjelölt közötti kontraszt hatalmas volt, mert Trump egy energetikus, tulajdonképpen egészségesnek tűnő ember volt, Biden pedig nagyon rossz állapotban volt. És ahogy David Plouffe, Obama korábbi kampányfőnöke mondta, annak ellenére, hogy a két elnökjelölt között csak 3 év a korkülönbség, ez 30 évnek tűnt a vitán. Számomra mindig nagyon izgalmas az, hogyha női szereplőkről van szó, úgyhogy még egy picit hadd maradjak ennél a témánál. Egyrészt érdemes annak a gondolatával eljátszani, hogy mit jelentene Amerika, vagy akár a világ számára, hogyha az Egyesült Államoknak egy női vezetője lenne, és ugyanide tartozik az a kérdésem itt, és amit egyszer szintén egy interjú után beszélgettünk már, hogy Trump megítélése a női választópolgárok között milyen, és hogy az nagyon nagy nyomatékkal bírhat ezt, ha jól emlékszem, talán pont te mondtad nekem, és akkor nem volt lehetőségünk kibontani, úgyhogy most ennek szeretnék egy kicsit teret engedni. Alapvetően a női választók most már egy jó ideje inkább a demokrata párthoz húznak, de ez a különbség nem hatalmas, tehát nem arról van szó, hogy 70-30%. Érdekes módon egyébként 2016-ban Trump a nők körében, a fehér nők körében egyébként nyert, tehát Hillary Clinton felett is nyerni tudott, 2020-ban már nem, és a demokratáknak én úgy gondolom, hogy most az egyetlen igazi fegyverük annyit maradt, hogy az abortusz kérdést hozzákötik a republikánus párthoz. Tehát Trump az az elnök, aki olyan bírókat jelölt a legfelsőbb bíróságba, akik
hozzájárultak az abortusz jogok eltörléséhez, és a Republikánus Párt egy olyan párt, amelyik szigorú, nagyon-nagyon konzervatív abortusz politikát folytat, és ezzel próbálhatja meg a választást még megnyerni szerintem a demokrata párt, hogy abban a 5-6 kulcs államban, úgynevezett billegő államban, a női szavazókat olyan mértékben elviszi az urnákhoz, és a demokrata pártra szavazásra bírja őket, hogy így átbillen a mérleg, és talán megnyerik a választást. Az ukrajnai helyzettel kapcsolatban volt erről már szó itt ma az adásban, de ez most az amerikai elnökválasztás szempontjából is rendkívül fontos. Illetve Ukrajna számára fontos, hogy mi fog történni majd az Egyesült Államokban. Szóval most van egy olyan biztonságpolitikai, és ez pénzügyi, fegyveres, kiképzési, logisztikai, stb. Egyéb segítségeket is jelent, amelyeket a Pentagon felügyel, és ez komoly támasz a Ukrajnának. Állítólag vannak tervek már arra, kész tervek arra, hogyha nem Biden nyer, hanem Trump, akkor ezeket a funkciókat, ezeket a NATO, egy szövetségi rendszer fogja átvenni egy külön dedikált parancsnokság keretében. Mire lehet tehát számítani? Mi lesz majd az ukrajnai helyzetnek a menedzselése Washingtonban? Ugye Bidennek az állapota az hát elterelte a figyelmet a vitának a lényegéről, lényegi kérdésekről, ugyanis Ukrajna kérdése a vitán fontos szerepet játszott, és Trump több alkalommal is utalta arra, hogy milyen politikát szeretne folytatni. Hát nyilván az első mondata az, hogy ő békét csinál egyből, megnyeri a választást, és már a beiktatás előtt béke lesz. Jó, oké. Legyen így, ugye, természetesen. De többször utána azért kitért arra, hogy igazság szerint az ő politikája beleilleszkedik abba a politikába, amit atlantista politikába, amit már az elnöksége alatt folytatott. Tehát az amerikai pénzügyi ráfordítást csökkenteni szeretné, Putyint mindenképpen meg akarja állítani, tehát azt mondta is, hogy hatalmas arcvesztés lenne az USA-nak, hogyha Putyin nyerne, ami a terve, hogy az európai államokat rábírja arra, hogy még több erőforrással, még több anyagi ráfordítással támogassák Ukrajnát, nyilván amerikai fegyverekkel. Abból a szempontból nagyon érdekes ennek a vitának a megítélése egyébként, és az esélyek latolgatása, hogy több szakértő is azt mondja, hogy egyébként az elnöki pozíció végkimeneteléről, hogy aztán ki lesz a győztes, gyakorlatilag egy-egy vita lebonyolítás, az abban való megjelenés nem döntő fontosságú, vagy legalábbis nem az alapján döntenek az emberek. Most mégis például a New York Times ez egyenesen felszólította Bident arra, hogy ezt így ne folytassa, és megkérik arra, hogy vonuljon vissza az aktív politizálástól. Túl van ez egy kicsit hype-olva, vagy most valami olyat láttak az emberek, ami eddig nem volt számukra nyilvánvaló, vagy szokatlannak tűnt? Először is igazad van, normál esetben a vita nem annyira fontos, tehát nem sorsdöntő, és érdekes, hogy általában a hivatalban lévő elnök, aki újraválasztásra indul, az első vitán szinte mindig rosszul szerepel. Idősebb George Bush az óráját nézte végig, nem is választották újra egyébként. Barack Obama nagyon rosszul szerepelt az első vitán Mitt Romney-val szembe, de Biden esetében ez egy fontos dolog lett volna nagyon a kampánya számára, hogy megerősítse a választókat, hogy alkalmas, hogy egészséges. És ezért nagyon fontos. És a másik dolog, ami egy tága politikatudományi értelmezés, azt szokták mondani, hogy a vitának nem is az a lényege, hogy ki nyeri meg, hanem utána a média hogyan interpretálja. És ami döbbenetes volt, hogy a vita után azonnal olyan baloldali, demokrata párthoz kötődő médiumok, mint az MSNBC vagy a CNN, szakértői megmondó emberei azonnal pánikhangulatot keltettek, és azonnal azt mondták, hogy Bidennek mennie kell. Azóta ezt egy kicsit finomították, de ahogy mondtatta is, a New York Times is erről írt, csomó számos vélemény van arról, hogy ezzel így a párt nem mehet tovább, valami fajta változás kell. Úgyhogy ennek a vitának most kifejezetten nagy jelentősége volt, és a kérdés, hogy lesz-e második vita, ugye elméletileg megállapodott a két kampány a szeptemberi vagy augusztus végi vitában, hát Trumpnak ezek után nem érdeke, és hát ahogy elnéztem, Bidennek se feltétlenül, mert mi a garancia arra, hogy akkor jó állapotban lesz. Ugye itt még egy érdekesség, hogy köztudott, hogy Biden egy hetet készült Camp Davidben, vagy több napot, hogy rápihenjen, felkészüljön a vitára, és ezek után volt ilyen rossz állapotban. Így ezek összeadva hozták el azt a helyzetet, hogy a demokrata elit úgy gondolja, hogy Biden most már inkább egy teher a pártnak, mint egy előny. Játsszunk el egy pillanatra, a gondolatkísérletet megengedhetjük magunknak, hogy Biden ezek után is megnyeri mondjuk az amerikai elnökválasztást. Na de ebben az esetben
azt el lehet könyvelni egy politikai sikernek, egy óriási kampány sikernek, valószínűleg rengeteg szakértő nagyon nagy dicséreteket, meg bónuszokat fog majd kapni. Ez idáig oké, de ettől függetlenül a valóság az az, hogy ott lesz egy ilyen ember az Egyesült Államoknak az élén, akiről nem lehet tudni, 24 órára sem lehet prognosztizálni, hogy fizikálisan, mentálisan, szellemileg milyen állapotban van. Ez így van, és hát itt a lényeg, amire nem beszéltünk eddig, az alelnök jelöltek szerepe. Ugye azt szokták mondani, hogy nem alelnökre szavaznak az emberek, hanem elnökre. De egy rossz alelnök jelölt, főként egy idősebb elnök jelölt esetén fontos. Emlékezhetünk Sarah Palin esetére 2008-ban, egy alaszkai kormányzónőt jelölt John McCain szenátor alelnöknek. McCain akkor 73 éves volt, hát a mai viszonylat szerint ő egy tinédzser korú volt Biden és Trumphoz képest, de ugye ő is egy veterán volt, betegeskedő idősebb ember, és ott egyértelműen most már látjuk, hogy Sarah Palin személye az, hogy ő teljesen alkalmatlan volt külpolitikai értelemben, gazdasági értelemben a vezetésre, teljesen elriasztotta a választókat, és ez addig nagyjából fejfej mellett álló Obama is McCain esetében Obama végül egy elég nagy győzelmet aratott. Érdekes, hogyha a világpolitikai szereplőket nézzük, és most csak itt a beszélgetésük kapcsán merült-e fel ez bennem, hogy talán kijelenthető, és ezt kérdezem is inkább, mint hogy én állítsam, hogy az európai politikai vezetők korát, ha nézzük, akkor egy sokkal fiatalabb generáció van most vezetői pozícióban, hogyha az oroszokat nézzük, akár ugye a koreai-ázsiai térségből, vagy az amerikait, akkor ott egy idősebb generáció. Ezzel nem tudom, mennyire foglalkozik az a közeg, aki a politikai élettel és elittel foglalkozik, de lehet ennek bármilyen szempontból jelentősége. Érdekes felvetés ez is. Valóban mind a Kínai Népköztársaságban, mind Oroszországban, mind az USA-ban idős politikusok vannak. Hát Kína és Oroszország esetében erre változás nem nagyon lesz, de én azt gondolom, Amerikában itt egy nagyon gyorsan változást fogunk látni, már csak biológiai értelemben is, hát a baby boomer generáció hamarosan úgymond csúnyán mondva kihal, Trump és Biden valószínűleg 2028-ban már nem lesz ott, hát Biden biztosan nem, hogyha újra választják a szavazólapon. Én azt gondolom, hogy ez a úgynevezett gerontokrácia, amit mostanában mondanak az USA-ra, kicsit túlzás. Például a szenátusban ugyan a két vezető nem fiatal ember, de a szenátus átlag életkora, ami tradicionálisan az idős férfiak klubja, ahogy mondani szokták, jelenleg elég fiatal. És azért vannak fiatal politikusok, úgyhogy azt gondolom, hogy hamarosan ezen túl fog lendülni az USA, és egy újabb generáció fogja átvenni majd a politikai vezetést. Hát valóban Európában most nagyon sok fiatal titánt látunk, hogy éppen Franciaországban egy 28 éves ember készül kormányt alakítani. Nem is véletlenül merült fel bennem ez a téma. Melyek a mainstream témák most a kampányban Trump részéről és Biden részéről? Hát egy nagyon fontos dolog történt hétfőn. A legfelsőbb bíróság tulajdonképpen egy mérföldkő ítéletet hozott, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan ítélet, ami a további évtizedekben meghatározza az amerikai joggyakorlatot. Immunitást adott a elnököknek, volt elnököknek, közvetlenül az elnöki feladatokhoz kapcsolódó tevékenységükre. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a szövetségi büntető eljárások, amik Trump ellen indultak, hát nagyon nagy falba ütköztek, ugyanis az, amivel Trumpot vádolják, főként az egyik ügyben, ami miatt ez a Trump ellen indított per indult, hogy próbálta a választás eredményét megmásítani 2020-ban, 21-ben, ez az ügy ez el fog valószínűleg halni, mert ez olyan elképesztő védelmet kapott, immunitást egy amerikai elnök, hogy ezek után nehezen lehet majd bármilyen módon számon kérni. Hozzá kell tennem, hogy ez Trumpnak most egy elég nagy győzelem, tehát volt a vita múlt csütörtökön, hétfőn ez az ítélet, és ma, vagy pontosabban ma hajnalban a New York állambeni ügyben, ahol ugye Trumpot már bűnösnek találták, a bíró eltolta az ítélkezést szeptemberre, és a Trump kampány próbálja éppen a hétfő ítélet miatt eleve azt az ügyet valahogy megtorpedozni, úgyhogy ez most egy nagyon-nagyon forró téma, ezen kívül pedig ugye abortusz, bevándorlás, gazdaság, munkanélküliség, és valamilyen szinten még a külpolitika is téma. Fogunk beszélni majd mindenről, mert hát ez a szezon van most. Nyáró Petris, köszönjük, hogy köszönöm szépen a meghívást.